Botta Veronika vagyok, a Botta Kertészet egyik tulajdonosa. A vállalkozást édesapám alapított 1968-ban. Az ő végzettsége dísznövénykertész volt, és ennek megfelelően egészen 1968-tól 97-ig kizárólag dísznövényekkel foglalkozott. Mára a vállalkozás már két stabil lábon áll, mert 98-ban eltelepítettük az első 10 hektár gyümölcsösünket, és ezek almafák voltak. Majd 2017-ben érte el a gyümölcsös a jelenlegi méretét, ami 30 hektár, ebből 20 hektár alma és 10 hektár körte van, de emellett természetesen megmaradt a dísznövénykertészet is egy másik telephelyen, bent a faluban. Ez másfél hektár cimbidium orhida ültetvény. A gyümölcsösünk az egy teljes mértékben jéghálóval fedett támrendszer mellett intenzív gyümölcstermesztés, ami itt folyik. A növényvédelem az integrált növényvédelmet, tehát kevés, nagyon minimális vegyszerfelhasználással, inkább a prevencióra és a biológiai szerek, illetve rovaroknak a közreműködésével történik. Ugyanezt az elvet követjük egyébként bent a virágkertészetben is, ott is igyekszünk arra, hogy tehát, hogy minél kevesebb vegyszert használva, inkább a kártevőket, vagy hasznos rovarfajokat, vagy betelepítve oldjuk meg a növényvédelmet. Az értékesítés, hát nyilván a gyümölcsösnek a méreténél fogva muszáj, hogy ugye nagyban értékesítsünk, de emellett egyre népszerűbb, és egyébként ezt a kezdetektől, tehát az első termőévtől kezdve csináljuk, hogy a helyi piacon is árultunk, illetve most már direktben a direkt értékesítést végzünk a kertészeti telephelyünkön, benne a faluban, Almaháznál címszó alatt egy héten kétszer. A virágot azt viszont kizárólag viszonteladóknak értékesítünk a Flora Hungária nagybani virágpiacon egyelőre, de távlati terv ott is, hogy valamilyen módon az érdeklődőket a kertészetbe is beengedjük, illetve ott is elérhetővé tegyük számukra a termékünket. A vállalkozást édesapám alapított 1968-ban, és kezdetben ezt válvetve édesanyámmal együtt vitték. Aztán, ahogy mi is kijöttünk a középiskolából, főiskoláról, egyetemről, a család többi tagjai, gyerekek, mi is bekapcsolódtunk a vállalkozásba, sőt a párjainkat is behoztuk a vállalkozásba, sőt a mai napra már az unokatestvéreimet is konkrétan. Tehát itt egy több generációs családi vállalkozásról van szó, ugye én konkrétan a második generáció vagyok, de az én lányom is már, igaz, hogy nem ezen a kertészeti vonalon, de a marketing, értékesítés, médiatartalomgyártás és ilyen adminisztratív tevékenységek terén már az egyetem mellett is besegít nekünk a munkába, tehát gyakorlatilag lassan, mert egy három generációs családi vállalkozásnak is nevezhetjük a kertészetünket.